Déter Enikő és Jékasi Károly üti-vágja egymást, persze nem családon belüli erőszakról van szó, hanem csupán arról, hogy a rózsák háborúja műben igencsak próbára teszik egymás idegeit. Vendégem pedig Déter Enikő színésznő. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Köszönöm szépen. Na, milyen érzés volt üti-vágni a saját férjedet a színpadon? Ilyenkor igazi pofonokat adsz neki? Csak hogy hiteles legyen. A civil életben, jó reggelt mindenkinek, nem szoktunk verekedni, és tetlegességig nem fajultunk még. Egymással szemben, meg mással szemben sem. Ezért ez nagyon furcsa, és nagyon nehéz, nagyon-nagyon észnél kell lenni ahhoz, hogy emocionálisan benne legyél egy akcióban, és nagyon ügyesen, de közben ne okozom fájdalmat. És természetesen ezt nem tudjuk, és van, amikor elnevettünk egy-egy jelenetet, van, amikor esetleg én is olyat zúztam oda a Kari oldalára, hogy bizony ott maradtak. Aki látta ugye a filmet, Michael Douglas-szel és Catherine Zeta, nem is, Catherine Turnerrel, ugye Michael Douglas és Catherine Turnerrel, azt tudja, hogy nagyon brutális jelenetek vannak benne. Tehát ott van csillárollógás, autós jelenet. Van. Autós jelenet értelemszerűen színházban nem, és ugye azért azt nyilván tudja minden néző és minden ember, hogy azért egy filmben többször vesznek fel különböző szögből, és hát általában a kaszkadőr végzi ezeket a mutatványokat. Annak idején én egy picit tornáztam még a középiskolában, és itt azért van olyan, ahol előre bógni, hátra bógni, karilők, tehát ő is járt úgy, hogy másnap szteroidra kellett menni, és a gerince közé, mert egy emelésnél nem úgy sikerült velekedés közben valami.